A gyakorlati foglalkozásoknál csak azokra térek ki, amelyeken én is ott voltam, azoknak a filmeknek a forgatása, és azoknak a, az, az, az ott mutatott a résztvevőknek az ott mutatott tevékenységét próbálom jellemezni és összefoglalni. Ekkor ezek a hallgatók már túl voltak az összes elméleti képzésen, tehát az operatőri és a vágói, technikai ismereteket is úgymond elsajátíthatták, és akkor nagyon érdekes konzekvenciákat szűrhettünk le. Ami a legszembetűnőbb volt, hogy a, amikor én voltam, akkor, akkor öt hallgató volt, vagy hat hallgató volt, azt hiszem három fiú és három lány, és az érdekes, hogy a fiúk azonnal rábetették magukat a technikára elsősorban is a drón technikára. Tehát azonnal kezükbe vették a drónt, és mint a legmodernebb eszközt, azonnal a drónnal kezdtek el foglalkozni, elkövettek egy hibát, hiába hangzott el jó tanácsként, hogy a drónnal való képkészítés is televíziós tevékenység, és ugyanolyan szabályai vannak a drónnal való munkálkodásnak, mint a kamerával való munkálkodásnak. Ők küldték a drón, mozgatták, jobbra, balra, előre, hátra, föl, le, a drón ment, ment, szembesültek vágáskor azzal, hogy nem tudják hol elvágni. Ez volt az első szembetűnő tapasztalat, tehát az, hogy elragadta őket a, hív, elragadta őket az újdonság varázsa, és, és hát kicsikét átbillentek a lónak arra a másik oldalára. Ami másik szembetűnő dolog volt, hogy a lányok viszont azonnal kamerát vettek kézbe. Ami azért volt érdekes, mert eddig az a, a operatőri tevékenység az nem női szakmaként volt a televíziózásban elfogadva, itt a lányok azonnal kamerát vettek, és tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon jó képeket készítettek. Meglepő volt a, a nemeknek ez a ilyen, mértékű megoszlása. Ami viszont... A, ami számomra ö, érdekes volt, és, és nehezen ö, megérthető, hogy miért mind a két nem, tehát a fiúk is és a lányok is rettenetesen féltek a mikrofontól. Tehát volt, aki összeszedte a bátorságát, odállt a kamera elé, és utána elhajította is a mikrofont, és azt mondta, hogy nem, 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 ezt ő nem tudja, nem tud mit kérdezni. Szóval amikor szembesült azzal, hogy nem szabad butasággal kérdezni, másrészt az elméleti előadáson valószínűleg meg is lettek vagy mi minden követelményt lehet támasztani egy, egy riporterrel, egy műsorvezetővel szembe, megijedtek és bezárkóztak, ami aztán nagy nehezen föloldódott, sőt, annyira föloldódott, hogy aztán végül már angolul készítettek interjút, meg az egyik lány pedig németül készített interjút. Tehát minden tekintetben sikerült föloldani ezt a gátlást, de ez mindesetre érdekes volt számomra. Azt hiszem, hogy összegzésként annyi mondható el a gyakorlati képzésről, hogy az elméletekkel szemben talán inkább a gyakorlati képzésnek az idejét kellene növelni, mert végső soron a, ott szembesülnek azokkal a váratlan ö, ö, követelményekkel, amik egy ö, forgatás során előadó, ö, előadódhatnak, és nekik az akkor adott esetben kell megoldani, és erre elméletben, a, a tanteremben, az előadateremben nem lehet felkészülni.